Tehát egy valódi rekordösszeg gyűlt most ezúttal össze. Elég régi ez az együttműködés, most már hosszú évek, ez volt a negyedik alkalom, hogy a Hans Lindner alapítvánnyal közösen szerveztünk jótékonysági estet. Ekkora sikere még soha nem volt, és hozzá kell tenni azt is ehhez a dologhoz, hogy elég jelentős szerepe van ebben a külön felajánlásoknak. Tehát rekordösszeg volt az is, ami a színház fórumain vagy a színház jegypénztárában gyűlt össze. Ez egy 8600 lejes összeg. Ehhez adódik hozzá egy 2300 lejes összeg, amit a kihelyezett urnákban ajánlottak fel, ott helyeztek el a nézők. Nagyon fontos elmondanom, hogy ehhez a több mint 10 000 lejes rekordösszeghez elsősorban a nézők érdeme fűződik. Nyilvánvaló, hogy az ötlet a miénk, az előfeszítés a miénk volt, amit azt többször elmondtam, de nagyon fontos megköszönni a nézőinknek, akik egy ilyen jóval nagyobb teremben is, mint az eddig megszokottak, vagy az eddig megszokott terem, képesek és hajlandóak egy ilyen szép telt házat produkálni, és valóban ilyen lelkes felajánlásokkal segíteni egy nemes ügyet. Azt gondolom, hogy nélkülük mi hiába találnánk ki bármilyen együttműködési formát és bármilyen jótékonysági akciót, hogyha nem lenne ez a csodálatos és lelkes közönség mellettünk, amelyik valóban segít, amikor szükség van.